amik a tenyeremben vannak, ezek ugyanis Törökországból valók. Itt éppen stábunknak tartott bemutatott gyűjteményéből Szili István, aki hétfőn mutatta be legújabb könyvét Kavicsok és Történetek címmel a Szénatéri Tagkönyvtárban. A földrajz-biológia szakos tanár évek óta gyűjti a kavicsokat, és hobbiát legújabb kötetével szeretné népszerűsíteni. Kis gyerekkoromban fogant meg bennem a gondolat, hogy csak úgy elkezdtem szedegetni őket, aztán rájöttem később a geológia iránti érdeklődésem miatt, rájöttem, hogy nagyon értékesek, mindegyiknek van valamilyen története, és így hát végül is a szakmámhoz is kötődik, mert részben földrajz szakos tanár vagyok. Szili Istvánnak nem ez az első kötete. 2022-ben Matula János Igaz története címmel adott ki könyvet, amelyet szintén a Szénatéri Könyvtárban mutattak be. A szerző szerint a most megjelent alkotás leginkább a kisiskolás korosztálynak szól. Körülbelül 10 éves korban, már az én unokám még csak 9 éves, vagy most lesz 10, de ő már nagyon érdeklődik, és minden kavicsomnak tudja a nevét, meg hogy milyen anyagú. Szóval ennek a korosztálynak ajánlom legelsősorban, mert ezeknél még hat a reklám is ilyen szempontból, de a felnőtteknek is biztos jó szórakozás lehet. A kötet a Völgyhíd Természetvédelmi Alapítvány jóvoltából jelenhetett meg, az érdeklődők a Szénatéri Tagkönyvtárból ki is kölcsönözhetik mostantól.